A Pannon televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Augusztus 29-e, Beatrix és Szabin napja van. 583 éve megszületett Janus Pannonius humanista, latin nyelven alkotó költő, a magyar világi líra első jelentős képviselője. 491 éve a Mohácsi csatában a török szultán legyőzte a II. Lajos király vezette magyar hadsereget. Most a kiemelt hírek következnek, először csak egy-egy mondatban. Szabadka polgármestere megfenyegetett egy embert, és nyomdafestéket nem tűrő hangnemben beszélt vele. Bogdan Laban ma bocsánatot kért, de nem mond le. A Vajdasági Magyar Szövetség Szabadkai Városi Szervezete elhatárolódik Bogdan Laban viselkedésétől és kijelentésétől. Nagybecskerekváros általános iskoláinak mindegyikében megmaradtak a magyar osztályok. Több utca is le lesz zárva szombaton a városnapi rendezvénysorozat keretében megrendezésre kerülő első szabadkai félmaraton miatt. Egy interneten keringő hangfelvétel szerint Szabadka polgármestere megfenyegetett egy embert, és nyomdafestéket nem tűrő hangnemben beszélt vele. A szerb sajtó ma reggel azt írta, Bogdan Laban a belgrádi építőmérnöki kar munkatársát Vladimir Polovinát szidalmazta. A szabadkai haladó párti politikus és kísérői, valamint a szidalmazott Polovina egy helyi szállodában találkozott. Állítólag a Bogdan Laban sértő plakátok kiragasztása miatt került sor a vitára. Laban korábban már feljelentést tett Polovina ellen zaklatás miatt. A szintén haladó párti Vladimir Polovina a hatóságokhoz fordult a mostani eset után. Elment a rendőrségre, hogy feljelentse a szabadkai polgármestert fizikai és verbális támadás miatt, de őt vették őrizetbe, indoklás nélkül. Duskó Kliszka, Polovina védője az Insidernek azt mondta, a bíró védencének megtiltotta, hogy nyilvánosan nyilatkozzon csütörtökig, amikor meghallgatják a bírósági pertanúit. Laban és Polovina között nem ez az első vitás ügy. A Blitz szerint Polovina valamilyen építési területtel kapcsolatos korrupciós ügyre vonatkozó adatokat adott át Labannak, aki állítólag ezeket nem továbbította az ügyészségnek. Ma délután tartott sajtótájékoztatót Szabadka polgármestere az üggyel kapcsolatban. Itt bocsánatot kért Bogdan Laban, ahogyan fogalmazott, a számára is elfogadhatatlan szavakért, amiket Vladimir Polovinával szemben használt, és vállalja a politikai következményeket ezért. Azt mondta, hogy egy megrendezett eset áldozatává vált, és kihasználták hirtelen természetét. A politikus nem válaszolt arra az újságírói kérdésre, hogy lemond-e. Előzőleg azt mondta, hogy vállalja a politikai felelősséget, pártja, a szerb haladó párt dönt majd sorsáról. Ovom prilikom želeo bih da se izvinim celoj subotičkoj i srpskoj javnosti zbog tog nemilog događaja. Iako u privatnom razgovoru koristio sam teške i neprimerene reči, što nije smelo da se dogodi nekome ko obavlja tako važnu javnu funkciju. Így kért bocsánatot Bogdan Laban, Szabadka polgármester a Városháza média központjában megtartott sajtótájékoztatón. Hétfőn került fel a világhálóra egy hangfelvétel, amelyben megfenyegette Vladimir Polovinát, a belgrádi építőmérnöki kar tanársegédjét, a szerb haladó párt tagját. A városvezető beismerte, hogy nem megfelelő módon viselkedett. Azzal védte magát, hogy megrendezték az őt lejárató szituációt. Nažalost, moja porodica i ja smo već nekoliko mjeseci izloženi najgorem progonu, pretnjama, klevetama, uvredama i mislim da nema čovjeka koji ne bi bio ljut i spreman da brani svoj čas na svaki način. Duboko sam uveren da u jednom izrežiranom slučaju, koristeći karakter, moj karakter, karakter emotivnog čovjeka, uspjeli su da izbace ono najcrnje iz mene.
Bogdan Laban azt mondta, hogy felelős azért, hogy olyan szavakat használt, amelyek méltatlanok egy politikai tisztségviselőhöz. Ezért bocsánatot kér Szabadka és Szerbia polgáraitól. Hozzátette, kész viselni a politikai következményeket. Što se tiče moje odgovornosti, ona je nepobitna. I stranka će odlučiti o tome u narednih danima. A sajtótájékoztatón egy újságíró megkérdezte, hogy a történtek után lemond-e Laban. Erre ő nem válaszolt, mert még a tájékoztató előtt bejelentették, hogy nem lesz lehetőség újságírói kérdésekre. A Vajdasági Magyar Szövetség Szabadkai Városi Szervezete elhatárolódik Bogdan Laban viselkedésétől és kijelentésétől, mondta a Pannon RTV-nek Horváth Tímea. A VMS szabadkai elnöke, egyben alpolgármester szerint megdöbbenve értesültek a város polgármesterének a méltatlan viselkedéséről. Horváth Tímea hozzátette, nem tudnak napirendre térni a történtek felett. Hiszen Szabadka városára, Szabadka város vezetésére a korábbi időszakban ez a méltatlan viselkedési forma nem volt jellemző. A Vajdasági Magyar Szövetség Szabadkai Városi Szervezete elhatárolódik tőle. Tekintettel a közelgő városnapra arra kérjük a szerb haladó pártot, hogy mihamarabb tisztázza az esetet, az illetékes szerveket pedig, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket. Az ellenzéki pártok is megszólaltak. Bogdan Laban mondjon le, csak így tudja megmenteni a saját maga és pártja becsületét, mondta Maglai Jenő ma sajtótájékoztatón. A mozgalom a Polgári Szabadkáért frakció vezetője szerint a most napvilágra került hangfelvételt nem lehet egy egyszerű bocsánatkéréssel elintézni. Hozzátette, amennyiben Szabadka polgármestere nem adja belemondását, kezdeményezni fogják leváltását. A szabadkai sajtótájékoztatón részt vett Sasa Janković is. Szerbia szabad polgárai mozgalmának elnöke, volt elnök jelölt szerint nem megengedhető, hogy áldozatokká váljanak az emberek otthonaikban, utcáikon, városaikban vagy hazájukban. Osztavka je nešto što poslavu mora da sledi. Čak i ako usledi. Ponavljam, ovo nije bio izuzetak, ovo je pravilo. Mi moramo dati ostavku, mi moramo dati otkaz vlasti koja na ovaj način naše društvo pogani, naše društvo gazi, naše društvo uništava. Ovo je taj dijalog, ovako izgleda dijalog na koji nas lažno pozivaju. I završavam sad zaista kao što sam i počeo. Ovo jeste slika vlasti, ali nije slika Srbije. A legerélyesebben elítéli Bogdan Laban polgármester szóhasználatát és viselkedését a Demokrata Párt Szabadkai Városi Bizottsága áll a politikai tömörülés közleményében. Sasa Vučinić helyi elnök szerint nem elfogadható, hogy Szabadka első embere ilyen módon viselkedjen bárkivel is, még magánbeszélgetéskor sem a saját haladó pártársával. A demokraták szerint a fenyegetésnek és a verbális erőszaknak a múlt emlékévé kell válnia, ha a politikai kommunikációról van szó. A hatalmi szerb haladó párt közleményben ítélte el a szabadkai polgármester viselkedését. Az SHP szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében a párt tagjának, illetve helyi elnökének, Bogdan Labannak szavait illetlennek minősítette. A haladók felhívják a figyelmet arra is, hogy ez Labannak egy személyes cselekedete volt, amit teljesen igazolatlanul tett. Az SHP szerint a polgármester megnyilvánulása csak egy következmény, ami a történt, ahogyan a demokraták és Sasa Janković által védett bűnözők viselkedtek vele, fogalmaz a szerb haladó párt közleménye. Nagybecskerekváros általános iskoláinak mindegyikében megmaradtak a magyar osztályok. A nagybecskereki iskolában állandósulni látszik a magyar nyelven iskola kezdők száma, Múzsján azonban csak két magyar első osztály nyílik a korábbi négyhez képest. A magyar diákok száma különösen Múzsján csökkent nagy mértékben. Nemrég még 3-4 magyar első osztály indult, most csak 2. A központiban 14 tanulóval, a kinti épületben 8 tanulóval indul őszre a magyar osztály. A Szervó Mihály általános iskola a legnagyobb közép-bánáti magyar iskola volt. 35 évvel ezelőtt 1400 diákja volt, mostanra ez a száma felére csökkent.
Őszre a helyi óvodában is már csak 18 gyerek lesz az iskola előkészítő csoportban. Így a szerb osztályban kb. Egy harmada azon tanulók, akik a nevekből ítélve magyar szülőknek a gyermekei, és mégis a szerb osztályt választott, függetlenül a beiskolázási csomagtól, függetlenül a Szekeres László támogatástól, függetlenül a Rákóczi Szövetség anyagi támogatásától, mégis szerb osztályokba iratkoznak. Nagybecskereken egy vegyes tannyelvű általános iskola van, amelyben nem csak a magyar, hanem a szerb ajkú gyerekek száma is évről évre csökken. A Szonya Marinković általános iskolának Szent Mihályon és Lukácsfalván is van kihelyezett tagozata. Szeptember 1-én fogadunk 13 elsőst a nagybecskereki épületünkbe, 5-öt a Szent Mihályon, 2-t pedig Lukácsfalván. Lukácsfalván reggel 8-kor van az elsősök fogadása, nagybecskereken 9-kor, míg Szent Mihályon 13 órakor. Iskola épületük a legrégebbi a városban, ezért folyamatos felújítást igényel. Erre az idén is kaptak támogatást a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-től. Így még egy tanterem került felújításra, a matematika terem, és a jövendőbeli elsősök tantermét is felújítottuk, sőt, itt kapaszkodókat is fogunk felszerelni a mozgáskorlátozott gyermekek számára. Erzsébet lakon 500 alá csökkent a magyarok létszáma. Évről évre kérdéses, hogy lesz elsős a településen. Tavaly 2 magyar elsős volt, idén ősszel pedig 3 iskolakezdőnek csöngetnek be. Iskolába indul a gyerek, meg kell vásárolni a szükséges tanfelszerelést. Az árak minőségtől függően változóak, de ha mindenből a legolcsóbbat vesszük meg, akkor sem elhanyagolható összegről van szó. És akkor még nem is számoltunk a ruházati cikkek és a lábbeli árával, amelyet az iskolás gyermeknek biztosítani kell. Melyiket választod? Tetszik volna melyik? Ezek is jön? Visontai Teodor most indul első osztályba. Örömmel nézegeti a füzetborítókat és az öntapadós matricákat, amelyeket nagy gonddal válogattak össze anyukájával. Ebben a temerini családban egy egyetemista és egy első osztályos diák iskoláztatási költségeit kell biztosítani a szülőknek. Ott, ahol egy gyermek van, ott talán még könnyebb, de ahol több, ott már persze, hogy a fizetek, meg hát nagyon sok apróság. Azon kívül nem csak a tankönyvek, ugye tudjuk, hogy a ruházat, a tornacipők, stb. És útközben szerintem majd még nagyon sok minden fog hozzájönni. Én nem is számoltam utána, hogy ez mennyibe kerül, de sok. Mi viszont utána számoltunk. A tankönyvcsomagon kívül, amely szintén jelentős tétel az iskoláztatás költségeit tekintve, de igazán változó, attól függően, hogy hány használt könyvet tudnak beszerezni kedvező áron vagy akár ingyen, további költségek várnak a szülőkre. Ebben a temerini papírkereskedésben a kisformátumú füzet 20 dinár, a nagyformátumú 40, a kemény fedeles ára pedig 90 és 150 dinár között mozog. A grafitceruzák ára minőség szerint változó, a legolcsóbb 20, a legdrágább 90 dinárba kerül. Nagy árkülönbségek vannak a toltartók között is, 890-től egészen 2100 dináros árig válogathatnak a vásárlók. A minőség is fontos, de általában az ára döntő, legyen minél olcsóbb, állítja a bolti elárusító. Valaki az árat nézi, ugye legtöbben az árat nézik, minél olcsóbb, annál jobb ugye mostanában, de valaki a minőséget is nézi, és nem sajnálja azt a pénzt odaadni. Hogyha tudják, látják, hogy a több lapos, vagy például a erősebb a borító, akkor ugye azt megviszik rátapa. A füzetborító nem számít nagy tételnek. Mérettől függően 10-től 25 dináros áron megvásárolható. A legnagyobb tétel a tanszerek között az iskolatáska, melyet nem kell ugyan minden évben megvásárolni, de az elsősöknek mindenképpen szüksége van jó minőségű táskára. Az anatómiai betétes táskák 3200 dinártól indulnak, de van 6700 dináros táska is. Azután a többi felszerelés, a színes ceruza 350 dinárba kerül, de 200 dinárért is megvásárolható színes ceruzakészlet. A filctollak ára 180-tól 350 dinárig terjed, a zsírkréta ára 80-150 dinár. A tempera 230-590 dinár közötti árban található, a vízszínes ára pedig 90 és 170 dinár között mozog. Egy vonalzó komplett 120 dinár. Ha mindezt összeadjuk, a szükséges tanszerek ára megközelíti a teljes tankönyvcsomag árát, ami tehát összesen 8-9000 dinár további kiadást jelent. A tornafelszerelés, ruházati cikkek és lábbeli ebbe a számításba nem került bele, de a szülőknek bizony ezzel is számolniuk kell.
Senki sem fog egy kicsi és gyenge Szerbiáról szóló filmet látni, nyilatkozta újságíróknak Alekszandar Vučić hétfő este. Szerbia elnöke elmondta, az elkövetkező időszakban békés eszközökkel ugyan, de határozottan harcolnak majd azért, hogy a cirill írást, a szerb nyelvet és kultúrát mindenhol megóvják. Vučić kiemelte, a továbbiakban sem fogják tűrni, hogy Zágráb és Pristina aláássa az ország méltóságát. Lehetővé teszi a közalkalmazotti bérek emelését a költségvetés, jelentette ki Alekszandar Vučić államfő. A kormány fog dönteni arról, hogy 9-10 vagy 11%-os lesz-e a növelés, nyilatkozta újságíróknak Lesz Kovácson. Az államfő arról is beszélt, hogy az ország nem fog gyengülni, sem gazdaságilag, sem katonailag, sem politikailag, hanem egyre erősebb lesz. Továbbá politikai félelemkeltésnek értékelte azt, hogy a koszovói különleges rendőrség háborús bűnök gyanújával hétfőn letartóztatott egy szerb férfit. A szerb kormány törvénnyel biztosítaná a nemi egyenjogúságot az országban. A férfiak és a nők a munkahelyen is egyenlő bánásmódban részesülnének, és a bérezés is kiegyenlítődne. A törvénytervezetet, ha nem sürgősségi eljárással kerül a parlament elé, akkor legközelebb az őszi ülésszakban, október elején tudják elfogadni. Az új törvény legnagyobb pozitívuma, hogy úgynevezett affirmatív, vagyis megerősítő akciókkal próbálják elérni, hogy több nő legyen majd jelen az élet különböző területein, legalább 40%-ban. Ezt pedig kvóták bevezetésével valósítanák meg, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádiónak Kovács Elvira. A VMS köztársasági parlamenti képviselője továbbá elmondta, hatalmas előrelépés lesz, ha elfogadásra kerül a törvénytervezet, amely modern és európai. A Védelmi Minisztérium és a Munkaügyi Minisztérium még nem adta meg a pozitív véleményét erre a szövegre, az azonban nélkülözhetetlen ahhoz, hogy parlamenti eljárásba kerüljön. A családon belüli és a nők elleni erőszakkal kapcsolatos programjáról tartott ma sajtótájékoztatót Szabadkán a Családtámogató és Tanácsadó Központ, amely a Szabadkai Szociális Városi Munkaközponthoz tartozik. A szerb igazságügyi minisztériumnál pályáztak, ahonnan megkapták a kellő támogatást, mondta Miroslava Bagavac, a Családtámogató és Tanácsadó Központ igazgatója. A program olyan bántalmazóknak szól, akik nem követtek el súlyosabb bűncselekményt. Az érintettek az ügyészség által vagy önként is jelentkezhetnek a programra, amelynek részeként 4 egyéni beszélgetés után a tanácsadók eldöntik, hogy részt vehetnek-e a csoportos beszélgetéseken. A program idén decemberig fog megvalósulni. A Szerbiában rekedt migránsok egy része most Románia felé próbálja meg elhagyni az országot és onnan bejutni Magyarországra. A nagy kikindai befogadóközpont megtelt, de az északbánáti városban nem igen találkozni illegális bevándorlókkal, inkább a román határhoz közeli, környékbeli településekre járnak bevásárolni, terményt dízsmálni, és azzal kapcsolatban információkhoz jutni, hogy hol és miként juthatnának át a határon. A nagykikindai városi piacon kedden nem találkoztunk migránsokkal, pedig ott szokták pénzre váltani a befogadó központban kapott tartós élelmiszert, ruházatot és tisztálkodási kellékeket. Hát szoktunk találkozni velük, tudjon meg még azokat, amit kapnak, ilyen ezért a dolgokat árulják. A délelőtti órákban még pihennek a migránsok, sokan 10 óra tájban bújnak elő sátraikból. A Nagykikindától 12 kilométerrel található befogadó központban jelenleg 193-an vannak elszállásolva. A mögöttem látható kétszintes téglaépületben az zömmel Afganisztánból és Pakisztánból érkezett menekült családok laknak. Ők azok, akik arra várnak, hogy a tompai vagy a röszkei tranzitzónába kerüljenek majd be, míg az épület körüli sátrakban az egyedülálló, szintén afgán, pakisztáni, valamint bangladesi férfiak pihennek. Ők arra várnak, hogy alkalomattán vagy a román, vagy a magyar határon keresztül juthassanak el az EU területére. Sokan már régóta Szerbiában rekedtek és türelmetlenek. Everywhere that I find a good life, I will go there. But in here I ask from people that they say here is not good to be live and we are from Serbia, we cannot find a good job that we live in here good. But you are immigrant and you
you will be not find a good job as well. And now I think about it, asylum here, but Serbia is no worth it to asylum here. The 9 months after give your decision, and you want to 9 months you stay in the refugee camp, in asylum camp. So this 9 months is too tough. All want to go to Europe country, but they can't. Also they paid for smuggler money, but smuggler gave it money, they cannot go. A migránsok többsége elégedetlen az ellátással, az étellel és a táborban uralkodó életkörülményekkel. Egy sídből ide telepített afgán lány arról mesélt, hogy bár 2 hetet ígértek nekik a hatóságok, már 6 hónapja nagy kikindán vesztegelnek. Kis orosz légvonalban a román határ közelében fekszik, a településen áthaladva mennek a migránsok a zöld határ felé. Ezeket a migránsokat látni lehet, hogy gyalogolnak Kikinda felé is, meg Kis orosz felé is. Ugye Kis orosztól itt van 5-6 kilométerre a román határ, a zöld határ, ahol át lehet menni, elképzelhető, hogy ezek az emberek megpróbálkoznak átjutni a román határon. A környékbeli falvak közül leginkább a befogadó központtól 3 kilométerre fekvő török topolyát érinti a migráns kérdés. Oda járnak bevásárolni az illegális bevándorlók, és a kerteket járva a terményt is megdézsmálják. Dolaze, bude ih malo više, neka dođe, neka ne dođe, ali obično dođe. Ovdje kod komšije, uglavnom voće je malo stradalo, bili smo u jednoj bašti, nešto luka. A gyümölcsöt, főleg a ringlót zölden éretlenül szedték le, és amit nem esznek meg, eldobálják, de a paradicsomot is lopják a nagykikindai befogadóközpontban élő migránsok, a helyiek állítása szerint. Az Európai Unió 7 vezetője új afrikai menekült politikát fogalmazott meg az Európai Unió Afrika csúcstalálkozón Párizsban. A tervek szerint az ENSZ menekültügyi főbiztosságával együttműködve már Csádban és Nigerben feldolgozzák a benyújtott kérelmeket, a valóban veszélyeztetett személyek számára pedig legális migrációt tesznek lehetővé. A találkozón a francia elnök, a német kancellár, az olasz és a spanyol kormányfő, valamint az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főbiztosa mellett jelen volt a nigeri és a csádi elnök, valamint Líbia miniszterelnöke is. Emmanuel Macron, francia államfő kiemelte, hogy a biztonság és az igazságszolgáltatás területén is szükség van együttműködésre az afrikai országokkal. A nigeri és a csádi elnök ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy csak fejlesztési programokkal oldható meg a migrációs válság, és ennek érdekében jelentősebb anyagi támogatást kértek az európai partnerektől. 2 késsel felfegyverzett férfi megölt, legkevesebb 1 rendőrt egy dagesztáni benzinkútnál, közölték hétfőn orosz hírügynökségek. A híradások egy része 2 halott, más források pedig 1 halott és 1 sebesült rendőrről számolt be. Az elkövetőket lelőtték, harmadik társukat pedig megsebesítették. Az Észak-Kaukázusi Köztársaságban elkövetett támadást az Iszlám Állam terrorszervezet magára vállalta. Sajtójelentések szerint az elkövetőknél dzsihadista zászlót és egyéb jelképeket találtak. A Cselgáncs világbajnokság megnyitójára Budapestre érkezett hétfőn Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is tárgyalt. A felek a gazdasági folyamatokról és a Paks 2 beruházásról is egyeztettek. A Paks 2 atomerőmű építését nem állíthatja meg most már semmi, jelentette ki a tárgyalás után Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter hétfőn újságíróknak Budapesten. A megbeszélésről elmondta, új döntéseket nem hoztak, a korábbi megállapodások végrehajtását tekintették át. Úgy látják, hogy a korábban meghozott közös döntések gyümölcsei kezdenek beérni, pozitív eredményei, hatásai kezdenek látszani. A miniszter kifejtette, az orosz elnök és a magyar miniszterelnök találkozóján is megerősítették, hogy az EU-s eljárások elhúzódása miatti 22 hónapos csúszás után a jövő év legelején, januárban megindul az építkezési folyamat Pakson. A beruházás teljes összege 12 milliárd dollár, és ebből 5 milliárd dollár értékű munkát magyar vállalatok végezhetnek el, tehát a 40%-os arányhoz tartja magát az orosz fél, hangsúlyozta.
A Harvey nevű trópusi vihar visszafordult a mexikói öböl felé az Amerikai Egyesült Államokban. Az ítéleti idő pénteken érte el Texas államot. A víz elöntötte Houston város utcáit. A Nemzeti Gárda 12 ezer tagját alkalmazzák a mentésre és az eltűntek keresésére. A hurrikán pusztítása után az elárasztott utcákban úszó aligátorok jelentek meg. Donald Trump amerikai elnök szerint a károk helyreállítása nagyon drága lesz, a kongresszussal kell majd egyeztetnie a kérdésben. Már több halálos áldozata is van az ítéletidőnek. Ma egy gát is átszakadt, evakuálják az embereket. Újabb ballisztikus rakétát lőtt ki Észak-Korea, amely 1180 kilométerre a második legnagyobb japán szigettől, Hokkaidótól keletre, három részre szakadva csapódott a tengerbe, átrepülve az ország felett. A tokiói vezetés működésbe hozta riasztórendszerét és figyelmeztette a térség vezetőit a veszélyre. Japánban ideiglenesen leállították a Shinkansen Express vonat közlekedését, a rakétaindítás azonban nem befolyásolta a légi közlekedést. A japán védelmi erő nem tett kísérletet arra, hogy megsemmisítse a rakétát. A Pyongyang közeléből indított rakéta 2700 kilométeres távolságot tett meg, 17 perces útja során pedig 550 kilométeres magasságot ért el. Ezek az adatok alapján a rakéta közepes hatótávolságú lehetett. Nézzük, mi lesz a híradó második felében. Megkezdődött az Újvidéki Nemzetközi Költészeti Fesztivál. Az idén ismét megrendezik a Stevan Vilotić Csele Nemzetközi Labdarúgó Emléktornát. Versektől hangosak az utcák. Hétfő este megkezdődött az Újvidéki Nemzetközi Költészeti Fesztivál, amelyen ezúttal is számos szerbiai és külföldi irodalmár vesz részt. A háromnapos fesztivált a Vajdasági Írók Egyesülete szervezte. A rendezvényt Igor Mirovic, a tartományi kormányelnöke nyitotta meg az ifjú párok terén. Az elmúlt években több mint 1000 költő, prózaíró, filozófus, kritikus, műfordító és zenész vett részt az Újvidéki Nemzetközi Költészeti Fesztiválon. A rendezvénynek évente megközelítőleg 2000 látogatója van. Na kulturnoj mapi književnik festivala, ovaj festival je već počeo da ostavlja značajnu svetlost i to je nešto što zaslužuje podršku. Ja sam dakle ovde zbog festivala i zbog promocije njegovog kvaliteta i nastavit ćemo i narednih godina to da činimo i sa većom snagom nego što smo to uradili ove i prošle godine. A rendezvény keretében az érdeklődőket idén mintegy 30 irodalmi és zenés program várja. A műsorokat egyebek mellett az Újvidéki Városi Könyvtárban, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Újvidéki Ágazatának dísztermében, az Ifjú Párok terén, az Abszolút Klubban, valamint az Májovina utcában tartják. Poezia osnova društvenosti u starom veku. I osnova moderne emancipacije. I mi imamo pravo na poeziju jer ona se izborila za ono što možemo nazvati modernim svijetom. I Novi Sad posebno treba da ima u tom smislu važnu ulogu zbog toga što je učestvovao u kao grad pesnika u 19. veku o emancipaciji naše kulture i našeg društva. Umedas fresas que prometen bosques. A fesztiválon a hazai irodalmárok mellett többek között angol, dán, orosz, francia, magyar, olasz, román, német és lengyel vendégek is részt vesznek. A rendezvény díszvendége idén Svédország. Az az éresem, hogy sikerül bemutatni ilyenkor mindig azt, ami nem csak Európában, hanem szinte a világban történik, bár az idén ugye anyagiak miatt ugye csak európai költőket hívtunk meg, de ugyanakkor ezek a versek, amelyeket itt felolvasnak a költők, ezek szerb nyelven megjelennek, és közöljük is a folyóiratokban, amivel azt hiszem, hogy be tudjuk mutatni azt, hogy mi történik Európában. A fesztiválon átadják a Vajdasági Írók Egyesülete Nemzetközi Irodalmi Díjat, és kiosztják a Branko díjat is, amelyel a kiemelkedő 30 év alatti hazai költőket díjazzák. Megjelent a Bács-megyei Napló, Vajdaság örökségkutató és bemutató magazinjának első száma. A Szabadkán ismertetett kiadvány örökségvédelmi, összművészeti, kulturális és tudományos témákkal foglalkozik.
A Szabadkán kedden bemutatott lap nem örököse a múlt századi napilapnak, viszont tudatosan egy újszerű folytatása kíván lenni a történelmi Bács megyei naplónak. Ilyen cím alatt negyedszer adtak ki sajtóanyagot. A mostani a Milko Egyesület kiadványa, és 1000 példányszámban nyomtatták. Egy kulturális magazin, egy örökség, szabadkai kulturális örökség kutató és örökség bemutató magazin, de nem a múltba révettünk, hanem a jelenkort is vizsgáljuk és taglaljuk, és ilyen típusú cikkek és fotográfiák is vannak a lapban. A most megjelent értékorientált ismeretterjesztő magazin Vajdaság a történelmi Bács-Bodrog vármegye, valamint a volt jugoszláv tagköztársaságok magyar lakta kulturális örökségét veszi számba. Egyelőre évi 2 megjelenést terveznek. Hétfő este rendezte meg a szabadkai Életjel Csád Géza művészetbaráti kör Ritka vendég című előadását a Magyar Háztanás termében. A Csád kör idősebb generációi közösen idézték fel a versmondás örömét. A versmondók József Attila, Podolszky József, Szabó Lőrinc és Petőfi Sándor költeményeit is tolmácsolták a színpadon. A szavalók között volt olyan is, aki már több évtizede nem verselt nyilvánosan, azonban a teremben összegyűltek vastapssal jutalmazták a bátor vállalkozókat. A műsorban szakszofonon közreműködött Radetich Ádám. Bartók Béla és Farkas Ferenc munkáit adta elő. Ma este csak ritka vendégek fognak föllépni, tehát valószínűleg korban is már ilyen régi tagok, mint amilyen én vagyok, akik a mindennapjainkat a mindennapi munkával töltjük, és azért a repertoárban van annyi vers, hogy időnként egy évente, két évente egy-egy műsorban föllépjünk, anélkül, hogy új verset vagy új dolgot kellene megtanulni. A Hópárduc megmentésére tett közös nyilatkozatot 12 ázsiai ország Kirgizisztánban. Afganisztán, Kína, India, Kazahsztán, Mongólia, Pakisztán, Oroszország, Tadzsikisztán és Üzbegisztán képviselői a nyilatkozat aláírásával ígéretet tettek a Hópárduc populáció megőrzésére és a hegyi közösségek kulturális, társadalmi és gazdasági jólétének biztosítására. A Hópárduc az elmúlt években a veszélyeztetett magas hegyi ökoszisztéma jelképévé vált. Az állatfajt a Természetvédelmi Világszövetség a veszélyeztetett fajok közé sorolja. Több utca is le lesz zárva szombaton a városnapi rendezvény sorozat keretében megrendezésre kerülő első szabadkai filmmaraton miatt. A szervezők a polgárok megértését és türelmét kérték a kedd délutáni sajtótájékoztatón. Emellett bemutatták a verseny második reklámarcát, a rajtcsomag tartalmát és a befutó érmet. A szervezés a célegyenesbe érkezett, és néhány nap múlva egy nagyszabású sportesemény részesei lehetnek a futók és a szabadkaiak is. Nóra Trökja, Belgrádban élő szabadkai futó, az 50 kilométeres ultramaraton csúcstartója, az első szabadkai félmaraton második arca, aki megtiszteltetésnek tartja a felkérést. Arra buzdítja a szabadkaiakat, hogy látogassanak ki a versenyre, fussanak, de ha nem, egy mosollyal, tapssal lelkesítsék a résztvevőket. Horváth Tíma, a Szabadka alpolgármestere a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a város számára ez a félmaraton nagy jelentőséggel bír, mert a szecessziós történelmi magját ismerhetik meg a résztvevők. Arra szeretném kérni Szabadka város nevében és a vezetőség nevében és a szervezők nevében is a szabadkai polgárokat, hogy szeptember 2-án, amikor a félmaraton rajtolni fog, reggel 10 órától délután 2 óráig egyes útszakaszok lezárása várható, ez véget kérem a szabadkai polgárok türelmét, és kérem a támogatását mindazokhoz, a futókhoz, versenyzőkhöz, akik részt fognak venni ezen a szabadkai félmaratonon, hiszen azt gondolom, hogy történelmi jelleggel, sportlélekkel és turisztikai jelleggel is bír ez a félmaraton, és városunkban egy ekkora méretű félmaraton szervezése
biztonsági okok véget is, ugye útlezárásokkal jár. Pásztor Bálint a VMS köztársasági parlamenti képviselője, aki maga is amatőrfutó, tagja az első szabadkai félmaraton szervezőbizottságának. Elmondta, a versenyzőket a hadsereg otthonba a Korzó 3-as szám alatt várják már szeptember 1-én, délután 4-től 22 óráig, és a verseny napján pedig 7 és 10 óra között, hogy átvehessék rajtcsomagjaikat. A futók számára a Szabad Egyetem előtt ingyenes parkolót biztosítottak. Az autókat ez a 4 óra alatt hagyják otthon, akiknek viszont halaszthatatlan dolga van, ezek a polgárok alternatív útvonalakat használhatnak, ami azt jelenti, hogy amennyiben Palics felől valaki a Belgrádi útat szeretné megközelíteni, akkor ezt a Szegedi úton, a Pátria szállóig haladva, majd a Zentai úton és a Bajnáti utcán keresztül teheti meg, a másik alternatív útvonal pedig a Jován Mikitj út, a Majsai hídon át, a Proletár brigádok, illetve az Orka utca. Ez a két lehetőség van arra, hogy a város egyik részéből a másikra gépkocsival el lehessen jutni. A legkisebbek az Active Kids sportegyesület keretein belül futhatnak 100 vagy 300 métert. A versenyre 300 gyermeket várnak, akik majd ajándékokat is kapnak, mondta Nagy Csaba edző. A sajtótájékoztatón az esemény szervező Horizont sportegyesület elnöke Krisztifor Bogdanics ismertette a rajtcsomag tartalmát, majd bemutatta a pólót és a befutóérmet, amelyet a nevezettek kapnak majd. Az eseményre szabadkai és környékbeli futók, valamint 31 külföldi is nevezett. Szeptember 2-án csaknem 600-an futnak a történelmen át. A helyszínről többször is élőben jelentkezik majd a Pannon Televízió. Az idén ismét megrendezik a Stevan Vilotić Tjele nemzetközi labdarúgó emléktornát. Idén is 6 ország U19-es válogatottja hivatalos az eseményre. Szerbia mellett Izrael, Ukrajna, Magyarország, Skócia és Montenegró fiataljai feszülnek majd egymásnak Szabadkán, Zentán, Magyarkanizsán és Topolyán. A torna holnaptól hétfőig tart majd. A torna tavalyi győztese a házigazda Szerbia volt. Ovaj turnir pored te neke veličine koje ima na nekom globalnom nivou, jako je dobra prilika za nas trenere i za igrače kao generalna proba pred kvalifikacioni ciklus koji nas očekuje u oktobru, tako da sve u svemu pun pogodak za ovu selekciju, pun pogodak za ovaj turnir i želeo bih da ovaj turnir ima i nastavi u tradiciju i u buduće. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb mai események jönnek még egyszer röviden. Szabadka polgármestere megfenyegetett egy embert, és nyomdafestéket nem tűrő hangnemben beszélt vele. Bogdan Laban ma bocsánatot kért, de nem mond le. A Vajdasági Magyar Szövetség Szabadkai Városi Szervezete elhatárolódik Bogdan Laban viselkedésétől és kijelentésétől. Nagybecskerekváros általános iskoláinak mindegyikében megmaradtak a magyar osztályok. Több utca is le lesz zárva szombaton a városnapi rendezvénysorozat keretében megrendezésre kerülő első szabadkai félmaraton miatt. Köszönjük szépen a figyelmüket! Még több hírt és információt honlapunkon a pannonrtv.com-on érhetnek el, sőt, riportjainkat is visszanézhetik. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Viszontlátásra!